A hoztok. Ma este a troli néniről mesélek nektek. Képzeljétek el, látjátok, itt leszálltunk a tróliról. Csak azért nem említettem, mert sokan voltak. Megy a trólibus cuglóba. Na és troli nénit nem tudom, ismeritek-e. Egyébként volt egy trolinál dolgozó hölgy is, akit troli néninek hívtak. De ő már nyugdíjas, viszont van a Lárkúr Lárnak volt egy ilyen troli nénis ciklusa. Hát én most nem játszottam el a troli nénit, nem vertem agyon senkit a troli megállóban, de majd belinkelem ide nektek, hogy troli néni az mindenkit agyon vert a megállóban. Egy ilyen rövid kis abszurd ciklus, azt hiszem három kis röpke jelenetből áll, és akkor most elhagytuk a 72M süllyedő hajóját. Nem süllyed egyébként, nagyon szépen közlekedik menetrend szerint. Jó a menetrend. És most meg megyünk a Westernbe. Ide a hátsó részébe, és ezért trólibusszal jöttem, és itt szálltam le. No, egy kis vloggerkedést tolunk. Itten a nagy utcazajban, szerencsére nem süt a nap, úgyhogy nem fő meg a fejem, meg nem fog a telefon is lesülni, és akadozni. Képzeljétek el, július 28-a van, idénre elfogyott a föld gyerekuk, ez a nagy történet. Na egyébként jön a tróli, 76-os, és ilyen, majd megnézitek, hogy SST fog jönni, Skoda tróli, mert az a helyzet, nézd, már tettek föl lepkét. Hát gyertek, ott áll a trólibusz. Most nem járnak ikaruszok, mert ilyen el van terelve a trólibusz, és ezért csak önjárósok tudnak menni. Ott megy föl az áramszedő. Na, most mindegy, azt most nem mutattam, mert még messze voltunk, de majd megmutatom nektek a lepkét. Majd egyszer lehet, hogy veszek föl nektek olyan jelenetet. Nem is tudtam, hogy ezt áttették ide. Nézd meg, most már megy a trólibusz, fönn van a szedő a vezetéken, és itt van ez a ilyen terelőlemez itt, és alá áll a trólibusz, fölengedi az áramszedőt, az a lemez beigazítja a helyére, kapcsol, azt tud is tovább menni. Mert ugye idáig akkumulátoros üzemmódban jött. Na, mert valami építkezés van a Csanádi utcában, és akkor kerülő úton megy a trólibusz. Na és képzeljétek el, az a sztori, hogy idénre elfogyasztottuk a földet, és ezt úgy kell érteni, azt minden évben meghirdetik ezt a napot, ugye, tehát pontosabban tegnapra fogyott el, úgyhogy ma már nincs. Amit ma fogyasztunk, áramot, vizet, bármilyen javat, élelmiszert, mert hát ugye az is a föld erőforrásait használja, főleg az ilyen nagyüzemi, ami ugye a jellemző, amit olcsón meg tudunk venni a Tecsóba, meg a Magyar Üzletláncban, meg akármelyikben. Azok mind ugye ilyen nagy üzemik, és ugye azok meg a talajt többek között, meg a talajvizet, meg ilyeneket pusztítják. És ezt minden évben kiszámolják így környezetvédők, hogy melyik az a nap, amikor átléptük azt a fogyasztás mennyiséget, így általában, mint ami meg tudna újulni, és hát az a tegnapi nap volt, tehát ma már hitelben fogyasztunk, amit majd az unokáink fognak kifizetni, vagy ők fognak beledögleni. Sajnos, hát nekem nincs unokám, úgyhogy ennyiből szerencsém van, de még lehet, hogyha mit tudom én, hát még simán lehet 70 éves koromban gyerekem, 90 éves koromban unokám. Jobb később, mint soha. Na jó, nagy szélzaj van, mindegy. Megyünk itt, ugye ez volt régen a kormányzati motorszín, itt alattunk, itt állt a Kádárnak a vonatja, most ugye üresen áll, mert ugye kormányzati negyedet akartak ide építeni még a Fletóék, de ezt már meséltem, ami aztán nem készült el. Ja, oda nézzetek, ott jön a másik trólibusz. A másik irányban nincs ilyen gond, mert ott lefelé kell engedni a szedőt. Az szinte bárhol, hát ahol nincs nagyon elhúzva a felső vezeték, az szinte bárhol le tudja engedni, mert ugye lehúzza motorral ilyen ezen. Azt ott megy a kis, a híd alatt meg ott a szili.
Az megvan, hogy ezt még úgy hívták a 80-as években, hogy élmunkás híd. Azért, mert ez vezetett az élmunkás térre. Ott meg a nyugati hete. Ja. Mostanában elkezdtünk nézni ilyen filmkilleres tartalmakat, ugye vissza vannak töltve, filmkiller letörölte magát, nem tudom, hogy ismeritek-e filmkiller Zolit. Jó pár éve YouTube-ozott sokáig, de aztán letörölte magát egy konfliktus miatt. Majd egyszer lehet, hogy arról is csinálok csidejót, hogy hol vannak a régi trash celebek, és hogy régen minden jobb volt, régen még a trash is jobb volt, de ma Trolli néninőről meséltem nektek, továbbá a fenntarthatatlan életmódunkról. Hát én most teszek egy jót a unokáitoknak, hogy gyalog mentem, látjátok? Nem autóval, viszont én meg magamnak teszek rosszat ezzel, mert szívom be az autófüstöt itt a járdán, miközben mozgok, és ugye nagyobb a oxigén igényem, úgyhogy szívom be a tüdőrákot. Na itt vagyunk a Westernben, ott már nem szabad csidejózni. Úgyhogy ezért, úgyhogy kikapcsolom a csidejót, hete. Tartozom nektek még a Zsolnai negyedes körbetekintővel, azt is fölvettem, aztán majd fogok csinálni itthon ilyen körbetekintőket. Pesten, meg Dunakeszin, meg ilyenek. Hogyha tetszik ez nektek, ha igen, akkor írjátok le, és akkor csinálok. Na ennyi volt ez a kis csidejó hete. Iratkozzatok föl. Én meg elköszönök. Csüssz!